Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy égi kapu nyílik a plejádok felé a maja kalendárium szerint július 20-án. Nem csak ezen a napon nyílik ez az égi kapu, hanem 10 napon keresztül július 22-ig. Mit jelent ez számunkra, ha egy égi kapu nyílik? Az azt jelenti, hogy a mi földünk a plejádokkal áll összekötetésben. A központi nap a plejádoknál Alkyoné. Lefordítva, az egy királynőt jelent, aki győz a gonoszságok felett. Mi ezt összehasonlíthatjuk Holle anyóval, és így olyan szép mesebeli. Mit közöl Holle anyó velünk egy ilyen napon? Egy ilyen napon mi érzékenyek vagyunk, és mi döntünk, hogy itt veszteségekről van-e szó, vagy félelmekről, de dönthetünk más irányba is, az jelenteni a biztonság érzetét, az önbizalmat, a hitet, a reményeket, és ez az út, ahova Holle anyó bennünket meghív. Az arany út. Ezt tudták a maják is, és benne van ebben az ős régi maja naptárban. Ők ezt meg tudják határozni, hogy melyik napon, hogy hat ránk Alkyoné, vagy mondhatnám Holle anyó. A mai napon, tehát július 20-án Lamat uralkodik. Lamat lefordítva az égi csillagjegyeket, vagy Vénusz bolygót jelenti. A maják ezt a Lamat energiát összehasonlítják a nyuszikkal is. És itt arról van szó, hogy valami megszaporodik. És pontosan ez a közlés ezen a napon. Ha mi most valamit kezdünk, ha valamit indítunk, az meg fog szaporodni. De figyeljünk a gondolatainkra és érzéseinkre is. Ne a gondokkal foglalkozzunk most, mert sajnos az is meggyaporodhat. Hanem inkább azon gondolkozzunk el, amit szeretnénk elérni. Ez lehet egy hivatás, üzleti dolgok, anyagi témák, de az is, hogy a szerelmi élet területén nyitottabbak vagyunk, vagy a mi társunk nyitott az érzésekre. Tehát ez is így kibővül. Mivel Lamat a Vénusz bolygót is szimbolizálja, itt szerelmi témákról is van szó. Ezen a napon tarthatok egy szerelmi szertartást. Ennek is van hatása. És ez volt a felvételem, egy égi kapu nyílik a plejádok felé, a maja naptár szerint, július 20-án. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!